Szeretném felkérni Simon Szilviát, akinek az előadásának címe, ez érdekes volt, könyvtári programok szervezése Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Sok szeretettel köszöntök én is minden kollégát. Amikor megkaptuk a meghívót is, illetve hogy a szentedélyi kollégák szívesen veszik az előadásokat, én fél szóval megemlítettem, hogy könyvtári programok szervezésében szerintem elég jók vagyunk, és ennek örömére meg is kaptam a lehetőséget, hogy beszéljek róla. Szóval nagyon gyors leszek, mert ebéd előtt vagyunk, és gondolom már mindenki éhes. Ugye a Kászárlóban is szerepel az, hogy a megyei könyvtárnak legalább évi 4 rendezvényt kell biztosítani a kis településekre, de mit is várhatunk ezektől a könyvtári programoktól? Ugye, hogy a könyvtári szolgáltatások népszerűsége nőjön a lakosság körében, megjelenjenek olyan lakosok, illetve célcsoportok, akik eddig még nem jártak könyvtárban, nőjön a lakosság tájékozottsága, programokon résztvevők ismerik meg a könyvtár egyéb szolgáltatásait is, beiratkozottak olvasók, illetve könyvtárhasználók számának növelése, valamint hogy a lakosság közül egyre többen érezzék úgy, hogy a könyvtár minőségi, színvonalas lehetőségeket biztosít számukra. Itt egy pici diagramot, ugye, hogy 2013-ban 90 településünk volt Kászárban, ez 2023-ra 200 településre nőtt. Ugye a vármegye lakosság száma 229, ebből ugye a megyei könyvtárat leszámítva 28 nyilvános könyvtárunk van, a többi településen pedig szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működik. Itt pedig, hogy hogyan alakultak a programok és a résztvevők száma az elmúlt 10 évben. Nagyon jól látszik ugye a diagramon, hogy a legtöbb résztvevő lakos az ugye 2016-ban volt, 46.755 fő. Tehát elmondhatjuk, hogy 16 és 19 között azért nagyon jól láttunk programokban, illetve résztvevők számában is. Gyorsan a kezdetekről, ugye említettem, hogy 90 szolgáltató hely, ebben az évben 44 rendezvényünk volt 560 fő résztvevővel, ugye hát a 2013-as speciális év volt, ha jól emlékszem, hogy szeptember környékén tudtunk rendesen megindulni, tehát akkor kezdtünk rendezvényeket szervezni, dokumentumellátást. Azért írtam oda, hogy hány referens dolgozott, mert ugye mi nem feladat alapú ellátásban dolgozunk, hanem területek vannak szétosztva a referensek között, tehát minden referens egy adott térségben minden munkafolyamatot végez, rendezvényszervezés, dokumentumfeldolgozás. Ugye a megyei könyvtár mellett három városi könyvtár is segített nekünk a kezdetekben az ellátásban. Mi nem volt egységes koncepció, ugye minden referens a saját térségében önállóan szervezte a rendezvényeket. 14-ben elindult nálunk is a könyvtárbusz, ugye a guruló könyvtárunk, ami kezdetekben 20 fehérgyalmati térségben található települést, illetve a 19 Nyíregyháza környéki bokortanyát látott el. Megyei szintű, vármegyei szintű rendezvényeket szerveztünk, ugye keressük a nyár könyvfalóját, illetve a megye legtöbbet olvasó település hirdettük meg, valamint szépkulak szalvaló versenyét. 15-ben 113 szolgáltató helyünk volt, 27 könyvtárbuszos település, összesen 705 rendezvényünk volt, 32.092 részvevőből, ugye ez szinte duplája az előző évnek. A rendezvényeket ugye három referens dolgozott a megyei könyvtárban, plusz a könyvtárbusz koordinátor, aki a könyvtárbusz rendezvényeit szervezte. Csináltunk is egy pályázatot, ezt hozta nekem a guruló könyvtár címmel, valamint vármegyei szintű rajzversenyt rendeztünk a Magyar Népesen napjára, illetve akkor készítettük el az első rendezvény ajánlónkat is, amiben főleg helyi előadók szerepeltek még elejétel. Bábszínházak, színházi társulatok, gyermekzenekarok. 2016-ban 135 szolgáltatóhelyünk, 27 buszos településünk volt, 1113 rendezvényel és 46.755 fő részvevővel, amit azóta sem tudtunk megugrani. Ebben az évben felbontottuk a városi könyvtárakkal a szerződést, tehát az összes település ellátása a megyei könyvtárban a 6 referens kezébe került. Évkászer könyvtárosa pályázatot hirdettünk, hogy ezzel is ösztönözzük a könyvtáros kollégák aktivitását, illetve felvettük a kapcsolatot országosan is ismert előadókkal is. Víg Balázs, Nulász Péter, Dóka Péter, M. Kácsor, Sohonyai, itt is még többekkel. 2017-ben folytattuk a
újra megkérdettük az év KSZ-ek könyvtárosa pályázatunkat. Decemberben a legszebb téli 10-be öltözött könyvtár pályázatot hirdettük meg, illetve idén 2014-ben először csatlakoztunk az Aranyos-szigeti Magyar Anyanyelvű és Olvasó Táborhoz, ahol ex-libris készítéssel Arany János kézzel, ugye az emlékéhez kapcsolódóan készültünk a határon túli gyerekek részére. 18-ban csatlakoztunk a Visegrád Olvas a gyerekekre című kampányhoz, aminek ugye az volt az elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeknek szóló felolvasás fontosságára. Megyében 64 településen szerveztünk, vagy szerveztek önállóan programot a kollégák. És ugye ismét megkérdettük a Legszebb-téli 10-be öltözött könyvtár, Aranyos-szigeti olvasótáborhoz is újra csatlakoztunk. 19-ben 169 szolgáltatóhelyünk volt, 28 könyvtárbuszos településsel, 1495 rendezvényünk volt összesen, és 39.128 fővel vettek részt rajta. 2020 ugye az egy speciális év volt, pandémia, Covid, osztályszinten átszervezések történtek, ugye a könyvtárból az átszervezések miatt, vagy az átállás során, öt ember is eltávozott, ebből hárman ugye a mi osztályunkról, tehát a megyei szolgáltatási osztályról, ez megtövelte a többi referensnek a feladatellátását. Egy referens ugye a KSZ települések mellett még módszertani feladatokat is ellát, tehát hozzátartozik még a 28 nyilvános könyvtár módszertani segítése is. 2021-ben végeztünk egy partneri elégedettségmérést ugye a KSZ előadóink között. 30 előadóból 17-en töltötték ki ezt az elégedettségmérést, illetve egy KSZ 2021. szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettség és igényfelmérést is, amit a 172 szolgáltató helyből 126-an töltöttek ki, mert nagyon örültünk. Itt egy pár visszajelzés az elégedettségmérésből, amivel nagy örömünkre nagyon elégedettek is volt, elégedettek voltak velünk az előadók, tehát pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ez pedig a KSZ szolgáltatása. Itt megkérdeztük a kollégákat, hogy mennyire elégedettek ugye a könyvtári programok szervezési tevékenységünkkel, és a 126-ból 89-en teljes mértékben elégedettek voltak, ugye a 26-an pedig elégedettek, illetve kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyire elégedettek a KSZ referens tevékenységével is, és itt is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ugye 22-ben szintén nehezített tényező ugye az ukrán-orosz háború, ami minket, mint határmenti vármegyét elég nagy mértékben érintett. Főleg az, hogy a települések ugye részt vettek a menekülések segítésében, és a legtöbbször könyvtárban vagy művelődési házakban rendezték a gyűjtéseket, vagy ott szállásolták el őket. Tehát volt olyan könyvtárunk, ami hónapokig ugye zárva tartott, tehát ilyenkor sem rendezvényt nem tudtunk biztosítani számukra. Aztán ugye jött az energiaválság, mi is novembertől egész idén márciusig zárva tartottunk, amikor online előadásokkal próbáltuk egy picit a rendezvényeket, de valahogy ez mégsem volt az igazi. És akkor a jelen, 2023. Idén május 20-ig 112 rendezvényt szerveztünk le, és 3242 fő vett részt rajta. Igényfelmérést ezt pedig mindig e-mailben kértük vissza a könyvtárosoktól, idén először egy Google-ről a felületen, ugyanis most már egy referens kezébe került a rendezvényszervezés, tehát egy kolléganő végzi a 200 település rendezvényeinek a szervezését. Ugye ellátásra kapott összegünk az ugyanannyi, viszont egy tiszteletdíjak emelkedtek, tehát ez is egy nehezített tényező. Valamint elégedettségmérést kezdtünk el végezni a szolgáltatóhelyek, illetve a könyvtáros busz használói körében, amiben kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtári programokra. Hát itt röviden leírom, hogy hogyan szervezzük a könyvtári programokat, tehát a programajánló elküldésétől egészen addig, amíg a rendezvények beszámolói képek visszaérkeznek a településekről. Ami szerintünk jól működik nálunk, az, hogy az előadásokat általában úgy többösítjük, hogy egy nap
egy előadónak akár 3-4 előadása is legyen egymáshoz közeli településeken, vagy akár több napos turnét is. Így nagyon kedvező tiszteletdíjakat tudtunk az előadókkal kialkudni. Minden esetben ragaszkodunk a könyvtári helyszínhez, illetve azért évente egy olyan előadást is engedünk, ami nem kapcsolódik szorosan a könyvtárhoz, azaz például gyereknap, idősek napja. Előtérbe helyezzük a kulturális közösség közművelési rendezvényeket, és minden település igény kielégítésére törekszünk. És ami nem annyira, hát ezt nem fogom még felolvasni, de ezek itt mind megtörténtek. Ez az előadó részegen ezt emelném ki. Ez egy, azt hiszem, egy bábszínházas volt, amikor utána olyan visszajelzéseket kaptunk a településekről, hogy részegen jelent meg az előadó, és úgy próbáltam megtartani az előadást, tehát ezt utána nem is nagyon kötöttünk vele szerződést. Amit még kiemelnék, azt nem tudom, hogy más megyékben ez hogy van, mindig próbáljuk rávenni a könyvtárost, hogy ugye a rendezvényen résztvevőket mindenképpen azért irassa be a könyvtárba, mert ez mindig évelején a statisztikában mutatkozik meg, hogy amikor elküldi a könyvtáros, hogy van 10 beiratkozott olvasójegy, de egyébként a 4 rendezvényen akár 300-an is részt vettek, az egy kicsit olyan visszás dolog, miért nem iratja be őket. Itt csak bemutatnám a KSZ programajánlónkat, illetve az űrlapot a program igényléséhez. Egy rendezvények nyilvántartása egy ilyen Excel táblázatban történik, és ezt az alsó táblázatot küldjük az előadó részére, amiben úgy ott van a fontos cím, az elérhetőségek, illetve beszoktuk írni az előadás címét, és milyen korosztály szeretné az adott előadást. Honlapunk, ahol feltöltjük a programokat, illetve a közelgő és megvalósult programokat, és egy ilyen rendezvénybeszámoló sablont szoktunk visszakérni a településekről a megvalósult rendezvények megvalósulása után. Kati kért, hogy beszéljük egy picit az országos rendezvényekről. Igazából, ami nekünk bevált, hogy a programajánló kiküldésénél már eleve kérjük a településeket, hogy az egyik rendezvény mindenképpen az OKN hetére próbálják meg szervezni. Az előadóinkkal, hónapokkal előtte leegyeztetjük az időpontokat már napi 3 előadással. Ösztönözzük a könyvtárosokat, hogy saját programokat is tartsanak meg, ehhez akár kézműves anyagokat is biztosítunk. Illetve nagyon jó az együttműködésünk a nyilvános könyvtárakkal is. Ugye ők az országos könyvtárakat általában az NKI pályázatból tudják megoldani forráshiány miatt, ezért nekik is el szoktuk küldeni ezt a KSZ-es előprogramajánlókat, és próbáljuk úgy összehangolni az előadások időpontjait, hogy nekik is megfelelő legyen, így ezáltal ők is egy kedvezményes tiszteletdíjat tudnak az előadók részére. Itt kigyűjtöttem 16-ban, míg 6. helyen álltunk az országos könyvtári napokban, 387 rendezvénnyel, 17-ben már 3. helyen voltunk 699 rendezvénnyel, illetve 18-ban pedig, és 19-ben pedig első helyen 680 és 738 rendezvénnyel. Hát ez is egy kis infografika a 18-as országos könyvtári napokról. Ugye jól látszik, hogy a KSZ települések mellett 27 nyilvános könyvtár is csatlakozott 135 programmal. Ez pedig a 2019-es évről. Hát internetfiasztátról ezt a két adatot találtam, valamiért ez nálunk nem annyira népszerű, mint az országos könyvtári napok. Ugye 18-ban egy 7. helyen voltunk, 19-ben egy 9. sajnos a többi évben inkább a megyék utolsói között szoktunk lenni. És akkor egy pár képet szeretnék a rendezvényeinkről bemutatni. Könyvtárbuszról még egy pár szót. Ugye idén már 30 könyvtárbuszos településünk van, ezek a fehérgyarmati térségben vannak ezek a települések, illetve 5 Nyíregyház környéki bokortanyán. Ugye 2014 és 20 között a könyvtárbusz koordinátor szervezte a programokat a buszos településekre. Most már egy referens kezében van ez is. Ahol iskola vagy óvoda van a településen, ott főleg nekik szervezett programok valósulnak meg.
Az előregedő kis lélekszámú településeken nagyon kevés igény van rendezvényekre, esetleg talán kivétel az idősek napja, amit ugye majdnem minden településen megtartanak. Az előadásokat nem mindig magán a buszon szoktuk megtartani, ez ugye a menetrendtől is függ, és nagyon sokszor kérik, hogy települjünk ki különböző falunapokra, gyermeknapokra. Ugye az adventi forgatagon is részt vettünk már Nyíregyházán a könyvtárbusszal. Itt szintén egy pár kép a könyvtárbuszos, ezek pont az elmúlt egy-két héten voltak ezek a rendezvények. És a végére egy kis összegzést hoztam, amit ilyen szólt analízisszerűen próbáltam megcsinálni, hogy mik a erősségeink, illetve gyengeségeink, lehetőségeink. Úgy gondolom, hogy elég jól kiépített kapcsolatrendszerünk van már az előadókkal. A referensek nagy szakmai elhivatottság és kompetenciá és az erősségünk, törekszünk a minőségre. Ugye, ami gyengeség lehet az, hogy több megyei könyvtártól eltérően nálunk kevés az olyan kolléga, aki programokkal kimenne a kis településekre, tehát kreatív, motivált munkatársak hiányát ezért írtam be. Aztán a helyi lakosság érdektelensége is sajnos ez sokszor megvalósul, főleg a felnőttek körében, tehát inkább a gyermekek részére ahhoz tudunk több rendezvényt biztosítani. Települési könyvtárosok nem megfelelő kompetenciája, esetleg rossz kapcsolat a települési könyvtár és a helyi oktatási intézmények között. Milyen lehetőségeink vannak? Ugye folyamatosan keressük az új előadókat, programokat, folyamatosan frissítjük a programajánlónkat, illetve szeretnénk bevonni a könyvtáros kollégákat saját programokkal. És ugye veszélyeknek beértem a KSZ normatíva csökkenését, ne talán megszűnését, vagy ugyanígy az előadói tiszteletdíjak emelkedését. És a végére, ugye, hogy miért ez volt az előadásom cím, hogy ez érdekes volt, hát ezt egy települési könyvtárostól kaptuk vissza ezt a beszámolót, amit lezajlott a rendezvény, és ennyit ért rá, hogy hányan vettek részt rajta, illetve hogy pár szót írjon róla, és ennyit ért rá, hogy érdekes volt. És köszönöm szépen a figyelmet!